kollégáim tegnap késő estig kint voltak a helyszínen. Minden lakást, ahova be lehetett menni, rendőrök kísérletében végigjártak. Az ott lakókkal felvették kapcsolatot, megkérdezték, hogy miben tud az önkormányzat segíteni. Legtöbben egyébként a nyilászárokok a befóliázását kértik, ebben kértek tőlünk segítséget. Ez részben tegnap megtörtént, mai nap folyamán fog majd gyakorlatilag folytatódni. A tegnapi katasztrófának 5 sérültje volt, közülük már csak egy van kórházban, állapota kielégítő, mondta Átsázső Szekszárd polgármestere. Minden érintett számára a szükséges segítséget megadta az önkormányzat, és a segítségnyújtás mostantól addig folytatódik, amíg csak a szükség ezt megkívánja. Folyamatosan jönnek a felajánlások, ezt a UMÁS szolgáltató központ kollégái kezelik, az önkormányzatnál a tárgyi felajánlásokat, hiszen nagyon sok érkezett ilyen formában is. A Szent Erzsébet Kalitásznál pedig nyílik egy bankszámla külön kifejezetten erre a célra, amit ők fognak kezelni, de egyébként ugye a felajánlásokat általában a UMÁS szolgáltató központ fogja össze is kezelni, majd a vállalkozói felajánlásokat pedig Vargandás kollégánk fogja össze is kezelni, és azt gondolom, hogy itt tudjuk a legoptimálisabban kihasználni. Most mindenki segíteni szeretne természetesen, nem csak Szekszárdon, hanem a környékbeli településeken is, ezt megpróbáljuk úgy összehangolni, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk kihozni belőle aztán. Sokan voltak azok, akik nem tudtak visszamenni a lakásukba. Számukra azonnali segítséget nyújtott a város. Az önkormányzati lakásokat, a kollégiumi férőhelyeket tudtuk biztosítani, szociális főigazgatóság is felajánlott helyeket, illetve egyéni felajánlások is érkeztek, hiszen különböző apartmanok, panziók is nyújtottak segítséget nekünk. Tehát aki nem tudja igénybe venni, vagy nem tud visszaköltözni, vagy nem tud családi, baráti segítséget igénybe venni, annak az önkormányzat minden esetben biztosítja az elhelyezését és az elszállásolását is. Bizonyos szinten még az ellátását is, tehát akár élelmiszerrel tölteni ellátással is. A tegnapi nap folyamán is ide a helyszínre hoztunk ki enni és inni való. Természetesen az itt lakók számára szerettük volna ezt biztosítani, illetve az itt a takarításban résztvevők, segítők számára biztosítottuk mindezt. Minden lakónak lehetősége van visszamenni a lakásába és összeszedni a legszükségesebbeket, mondta Balázs Gábor, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója. Sajnálatos módon a 3-as épület és az 5-ös épület 5-ös lépcsőházban a lakóink ingatlan tulajdonosai nem tudták újra birtokba venni, olyan károsodást szenvedett, amit a tegnapi napon a statikus szemléje alapján úgy ítéltünk meg, hogy ebben a két lépcsőházban nem engedélyezhető a tulajdonosoknak a visszaköltözése, viszont a mellette lévő 1-es és 7-es lépcsőházban tegnap este 7:30-ra a tulajdonosok birtokba vehették az épületet, a lakóingatlanaikat, mindenki nyilatkozott, hogy kíván-e bent maradni, vagy megoldja a lakhatását más módon. Hozzáteszem, hogy csak úgy lehetett tegnap este folyamán visszaadni a lakóknak az ingatlant, hogy mind az áramszolgáltató, mind a gázszolgáltató végig itt volt, és biztonsági felülvizsgálatot végzett. Arra a kérdésre, hogy mi okozta a katasztrófát, még nem tudtak pontos választ adni az illetékesek, mint ahogy arra sem, hogy mi lesz az épület sorsa, ez a statikai vizsgálat eredményétől függ. Átsázső kiemelte, a tragédiát szenvedettek, mindenben segítségére voltak a mentőegységeknek, de a válságstáb föl van készülve arra is, hogy hosszabb távon pszichés problémákkal is meg kell majd küzdeniük. Valóban a fizikai problémák megoldása az egy nagyon fontos kérdés, és elsődleges mindenféle szempontból, úgyhogy a humán szolgáltató központ amellett, hogy koordinálja folyamatosan a felajánlásokat, abban is segítséget nyújt, hogy megpróbálják az itt lakók feldolgozni azt a traumát, ami érte őket a tegnapi nap folyamán. Ebben is természetesen nem egy egyszerű segítséget szeretnénk nyújtani, hanem a következő hónapokban ebben is mellettük állunk az itt lakóknak, és az ottani kollégák mindenkinek fognak segíteni a trauma feldolgozásában. Jelen pillanatban 29 lakás ingatlan vált lakhatatlanná, ebből 20 lakás tulajdonosának kell hosszú távon arra készülnie, hogy nem lesz otthona. Délelőtt Csüli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter is Szekszárdra érkezett. Ő azt mondta, a város számíthat a kormány támogatására a helyreállítás során. Mivel nekünk térségfejlesztés is a feladatom, mint ahogy a polgármester mondta, hogy ott is majd a BM-mel együttműködve meg tudjuk nézni, vizsgálni, hogy mit tudunk ebbe a kérdésbe. Átsázső Szekszárd polgármestere ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a károk felmérése még zajlik, de már most látszik, hogy az önkormányzatnak szüksége lesz a kormányzati támogatásra. Ezt az önkormányzat saját erejében nem fogja tudni megfinanszírozni, itt a biztosítóknak a munkájára, illetve a kormányzati támogatásra is szükség lesz ahhoz, hogy a lakóknak az elhelyezését, illetve az épületeknek a helyreállítását minél korábban meg tudjuk kezdeni.